Haszonkölcsönbe akarja adni a pécsi önkormányzat a József Attila utcai óvoda épületének termeit. Az ingatlant a Dozsó Sport Egyesület számára kívánja felajánlani a baloldali jelenlegi városvezetés. Mindezt azonban rövid, egy hónapos időtartamra adná oda a sportolóknak. Jelenállás szerint ugye az a terv, hogy kap egy csere ingatlan, de azt az önkormányzat bármikor egy hónapos határidővel felmondhatja, anélkül, hogy újabb ingatlant biztosítana számukra. Mi azt szeretnénk, hogy ez 3 hónapos időintervallum legyen, hiszen egy hónap alatt egy sportegyesületnek megfelelő helyszínt találnia, az viszonylag nehéz időszaknak, vagy tehát nehéz kihívásnak számít, hiszen nagyon rövid az időszak. Ugyanakkor a jobboldali képviselő hozzátette, vannak olyan érvek, amelyek amellett szólnak, hogy ez mégis így legyen. Hiszen, hogyha egy óvodában bármi történik, akkor a Dozsó által most használandó József Attila utcai óvodába azokat az óvodás csoportokat át lehet telepíteni, tehát oda lehet őket költöztetni arra az időre, amíg ott helyreállítási munkálatok vannak, hiszen a Dozsó ugye egy óvodát, a József Attila utcai óvodát kapná meg. Ugyanakkor, hogyha ez a helyzet fönnáll, akkor viszont erre az esetre az önkormányzatnak már 3 hónapon belül ki kell költözniük, akkor viszont egy csere ingatlant kellene biztosítani, ami ezt szeretnénk elérni, mert ez sokkal méltányosabb a sportegyesület számára. Pécsváros önkormányzata a soron következő közgyűlését szeptember 10-én tartja.